nem fog jönni, mert megbetegedett, úgyhogy ma én leszek. Meg az Attila, jó? Jó, és akkor a Móninak adok egy ilyen barnát. Downnak a, az intézménye. Tehát tulajdonképpen mi csak vendégek vagyunk. Pár héttel ezelőtt mi voltunk azok, akik ebédeltettünk, tulajdonképpen segítettük, de csak néhány alkalommal, hiszen egészen más, hogy megy itt az ebédeltetés, mint ahogy majd mit szeretnénk a kávézóba. Á, itt van Anna Lilla, na hát nagyjából már. Hello, Lillus! Hát, igen, már aki, mert már csak három van. Csumi! Jaj, jaj! No, akkor újra szeretettel köszöntök mindenkit itt a Down Alapítványnak a napközi foglalkoztatójában. Azért vagyunk itt egyébként már hetek óta, mert a kávézóba még nem tudtunk teljes mértékben bemenni. Két műszaki probléma miatt most eléggé hátrányban vagyunk. Ez egy különleges képzési alkalom, hiszen ugye már elvileg hivatalosan lezárult a képzésünk, de azért, hogy senki ne felejtsen, és mindig fejlesztjük magunkat, ezért időközönként összejövünk. És ma is szituációs feladatokat fogunk gyakorolni, illetve átbeszéljük a december 3-ai tapasztalatokat, és próbálunk mindenkinek segítséget adni, meg segítséget kérni, hogyha esetleg elakadunk, meg senki nem tátával született, meg ilyenek, jó? Vannak közöltek, akinek már van vendéglátós múltja, de ez is csak körülbelül 1-2%-nak van, úgyhogy azért kell, hogy mindig mindent megbeszéljünk, jó? Ezek nem a kávézós csészik, hanem az egyik kollégina, aki az alapítványban dolgozik, úgy hívják, hogy Barát Marcsi, ő látássérült, és ő korongozta ezeket a bögréket. Kifejezetten a nem adom fel cappuccinohoz fogjuk adni. Most kér ebbe kávét. Most ebbe kávét? És víz majd lesz tele. Tehát akkor a szívén most nincs, most én vagyok, várjuk a többieket, de szerintem elkezdhetjük a szituációs gyakorlatokat. És akkor most szeretnék kérni valakit, aki felszolgáló lesz. Ó, de gyors! No, amíg itt a Móni elintézi az asztalokat, addig meg szeretném kérni itt a társaságot, hogy mondjuk az Andit én most megajánlom, hogy legyen egy próba vendégünk, illetve Zsófit szeretném megkérni arra, hogy esetleg legyen egy próba vendégünk. A csésze füle jobb oldalon van, és azt ide a tányér fölé tesszük. Hozod. Akkor jobbról, mindig jobbról, igaz? Jobbról. Mindig jobbról. Ugye te úgy teszed le. Bocsánat, kezdjük. Ja. Jó, kezdjünk. Tehát az a lényeg, hogy tudjátok, ugye? Jobbról. Még igen. Egyszer így, ugye? Igen. Tehát jobb oldal, így egyszer, ide körbe, és minden igen. Jobbról, jó? Akkor Móni, nyithat, ha nem adom fel kávéjén bár? Nyithat, igen. A vendég, ugye a pulthoz kell őt kísérni, vagy invitálni, amit a felszolgálóink fognak majd elvégezni. Utána a pultnál tud rendelni, illetve fizetni, tehát ez nagyon fontos, hogy az a rendszer álljon be a kávézóba és a vendégünk a fejébe, hogy nálunk nem úgy van, hogy leül, és akkor felvesszük a rendelést, hanem a pultnál kell rendelni mindenképpen. Köszönöm. Nagyon finom. Nem adom fel speciálisunk. Jó étvegyet kívánok, de ezt elveszem, jó? Nekem ez az álmom egyébként, hogy de jó lenne nekem itt pincérkedni, meg felszolgálni. Bementünk, beszélgettünk és kiválasztottak minket. Amit lefényképezett Anna Lilla, az a láttam a kiánta, az olyan gyönyörű szép volt, hogy a legjobb páristának is a becsületére vált volna, annyira gyönyörű volt. Feladtad a... Lesz egy pár szó ma édesanyjától. Ezen a helyen, ahol kávétést csináltam, ott még sort is csapoltam. Nekem az a kedvencem. Szeretném jobban érvényesen ebben a társadalomban dolgozni.